2014-2015 környékén az Európai Unió teljes szárazföldi határszakaszát tekintve a legnagyobb migrációs nyomás nehezedett ásotthalomra, amely település a leghosszabb magyar-szerb államhatárszakasszal rendelkezik. 2013. decemberében, amikor polgármesteré választottak, akkor a mellettem látható határ még teljesen nyitott volt, hiszen még a Gyurcsány kormány megszüntette a határőrséget, a Fidesz kormány pedig nem állította azt helyre. Senki nem védte ezt a határt, és így aztán 2015-re már naponta 9-10 ezer migráns is keresztül vonult az óriási tanyavilággal körülvett Ásotthalmon. Az itteni tanyavilágban élő 2000 ember, ha csak Ásotthalmot veszik figyelembe, élete ellehetetlenült, mivel nem érzik magukat biztonságban, olyan hírek jöttek a panaszos levélben, hogy hajnali egy órakor döröbölnek a tanya ablakon, kinéz a tulajdonos, és mondjuk 30 afgánt lát a kerítése tetején. Ezért 2014 tavaszán, mivel az egyetlen egy lehetőség egy polgármester kezében, hogy legális fegyveres rendvédelmi szervet hozzon létre a mezőrség, ezért létrehoztam a mezőrséget, és a mögöttem látható jármű, amely az első járműve volt a mezőrségnek egy régi Lada Niva mellett, a Facebook oldalam követői adományaiból vásároltuk meg, sőt még 1 millió forintot egy francia alapítvány is küldött, mert azt mondták, hogy nem csak Ásotthalom, nem csak Magyarország, hanem Európa határait is védelmezzük. Ez a mezőrség hol 5, hol 3, hol pedig ma már kettő fővel végzi a munkáját, és nem csak a migrációt tudtuk megállítani, nem csak a migránsokat tudtuk ellenőrzés alá vonni, és megakadályozni azt, hogy komolyabb bűncselekményt ásotthalom területén elkövessenek, hanem a mezőrség számos fatolvajt, betörőt, vagy akár bármilyen szimpla bűnözőt fogott el az elmúlt években. Életem egyik főműveként tekintek a mellettem látható 170 km hosszúságú dupla vonalú határkerítésre, amelyet természetesen nem én magam építettem, hanem a magyar kormány, a magyar állam épített meg, de 2014 tavaszától egészen 2015 Nyaráig kellett küzdenem a magyar kormánynál azért, hogy ezt a kerítést végül megépítse, hiszen először teljesen elutasító volt a válaszuk, amikor felvetettem a médián, illetve a Facebook oldalamon keresztül a határkerítés építésének az elképzelését. 2014-ben és 2015 az év első felében, amikor több ezer migránssal találkoztunk mezőr, illetve polgárőr kollégáimmal együtt, akkor voltak olyan képeink, olyan videóink, amelyeket egymillió ember tekintett meg, hiszen akkor még sem Magyarország, sem Európa nem akart beszélni a migrációról. Ebben a házban történetesen két szomáliai menekült vagy menedékkérő és egy magát szírnek való menedékkérő gondolt egyet és tüzet rakott, mivel hogy fáztak, gondoltak egyet, és ott a a tanyán, ami valakinek a tulajdona, tehát ahogy Toroszkai László polgármester a vendéglátónk elmondta, egy szegedi család tulajdona az a tanya, akik éppen most nincsenek itt, és a menekültek úgy látták jónak, hogy oda bemennek melegedni. 2014-től kezdődően naponta volt, amikor 5-6 vagy akár 10 interjút kellett adnom külföldi tévéstáboknak, és azt gondolom, hogy ennek a munkának a következménye az, hogy a közvélemény mellénk állt, a közvélemény egyre hangosabban kezdte azt követelni, hogy ezt a határt védjük meg, és végül a magyar kormány teljesen mindegy, hogy milyen szándéktól vezérelve, de végül is megépítette ezt a kerítést, és így megtudtuk védeni ezt a határt. Azóta helyreállítottuk a törvényes rendet, és a közbiztonság kifejezetten jó ásotthalmon az elmúlt években. Nem csak mezőőrséget, nem csak polgárőrséget tudunk működtetni ásotthalmon, hanem a település egész területén térfigyelő kamera rendszert építettünk ki, és folyamatosan monitorozzuk szemmel tartjuk, ellenőrzésünk alatt tartjuk nem csak a belterületet, hanem a 122 négyzetkilométernyi tanyavilágunkat is.